tornyosulnak már a koszos tányérok a mosogatóban. Várj még egy pillanatot, mielőtt nekiesnél. Vedd észre, mi jár a fejedben. Lehet, hogy azon pöröksz, miért megint rád maradt a házi munka. Vagy tele van a fejed egy véget nem érő feladatlistával. A csapból is a stressz folyik. Másképp is lehet ezt csinálni. Engedd el az agyalást. A mosogatással most feltöltődhetsz, miközben azt teszed, amit amúgy is el kell végezned. Csak most fejben máshogy állsz hozzá, mint eddig. Vegyél egy nagy levegőt, és fújd ki teljesen. Most szép lassan kezd el a mosogatást. Engedd meg a vizet, és vedd kezedbe az első tányért, poharat, vagy evőeszközt. Érezd, ahogy a víz folyik a kezeiden. Vedd észre, milyen meleg a víz. Milyen a hangja? Hallgasd a kellemes csobogást. Közben időről időre zárd el a csapot, amikor épp a mosogatószeres szivaccsal törlöd át az edényeket. Érzed a mosogatószer illatát? Citromos? Almás? Vagy valami más? Megfigyelheted a felbukkanó szappanbuborékokat is. Ha megcsillan rajtuk a fény, még szivárványt is láthatsz. Érezd közben a mozdulataidat, érzékeld a kezeidet, ahogy megérintik, megfogják a szivacsot és az edényeket. Gondoltál már arra, hogy a mosogatás nem csak egy halom konyhai eszköz, ami feladatot ad neked, hanem azt is jelenti, hogy szuper dolgok vesznek körül. Ezekben az edényekben készítheted el a kedvenc ételed, amit a családoddal és a barátaiddal is megoszthatsz. A csapból folyik az éltető víz. Van két kezed, amikkel bármit alkothatsz. Engedd, hogy átjárjon a hála érzése önmagadért és azokért a dolgokért, amelyek körülvesznek, valamint azokért az emberekért, akik melletted vannak. Ahogy fogy a szennyes edény, úgy tisztul a lelked is, és csitulnak a pörgő gondolataid. Folytasd így a mosogatást, és frissülj fel közben.